Süllő és csukaszállítmány érkezett tegnap a csónakázótóhoz az idei utolsó telepítése. A ragadozó halak között nem csupán fogható méretű, hanem kapitális, 10-12 kilós példányok is úszkálnak már a kanizsai tóban. A hetedik telepítés zajlotta a csótónál a tógazdálkodó Magyar Országos Horgász Szövetségnek köszönhetően. Ahogy Szépligeti Ferenc Halőr fogalmazott, az év első felében összesen 30 ezer előnevelt példányt kaptak, ez lett most megfejelve jellemzően süllőből ez a két-három kilós példányok érkeztek, illetve a csukából és, és ö, tulajdonképpen a kilótól a 12 kilós kapitális példány, tulajdonképpen mindenfajta ö, egyed megtalálható volt. A süllőt a megszokott módon, ugye egy csúszda segítségével engedtük a, a, a vízbe, a csukát viszont a fajtájából, adódóan, ugye a lelkes segítőknek, illetve a halőröknek segítségével csónakba lettek szét rakva a tónak a különböző részébe, ezzel is megakadályozva, hogy esetleg egymást, egyék egymás ellen forduljanak.